Isten szolgája, gróf Eszterházy János születése, halála és boldoggá avatási eljárásának kezdete is márciusban történt. Ezért idézi fel most alakját több európai ország is. Ipoly Födémes és Magas Majtény között magam is részt vehettem egy felvidéken szerveződött zarándoklaton, és hát ez nagyon szépen kifejezte Eszterházy Jánosnak a lelkületét, tehát nagybőjti ráhangolódásként jártuk végig ezt a több mint 20 kilométert, és hát nagyon felemelő élmény volt megélni azt, hogy Eszterházy János üzenete a szlovák és a magyar népet is békességben össze tudja kapcsolni. Palócföldön komoly tisztelete van Eszterházynak. Van egy ima szövetségünk, amit Bábel Balázs érsekatya védnöksége mellett 2022-ben indítottunk el. Bujákról most az elmúlt hetekben olyan 70-en csatlakoztak. Ebben a résztvevők vállalják, hogy napi imádsággal szolgálják a boldogávatási folyamatot, és természetesen Eszterházy Jánosban egy kegyelem közvetítőt is találhatunk, aki közben jár saját életünkben is. Bujákon, az egykori családi birtokon lévő templomban tartott szentmisén felvidéken szolgáló szerzetesek is részt vettek. Próbáljunk fellendíteni a katolikus életet, de béket teremteni a szlovákok és a magyarok között, nem? Orvos János érsekátya mondta, hogy jobban, hogy itt legyenek egy nemzetközi közösség, és idegen pápok azért, hogy tudjanak apostolkodni a szlovákok között és a magyarok között. A magyarok szenvedő Krisztusává vált Eszterházyt tisztelik a visegrádi országok, hangsúlyozta az itáliai szerzetes. Próbáljunk, hogy az olaszok is csatlakoznak ehhez a mozgalomhoz, azért én is segítettem, és mi segítettünk egy diplomáciai munkában, hogy a nápolyi érsek atyával, mi Battaglia Domenicóval, Battaglia Domenicót meglátogattunk, és meghívtunk őt Budapestre egy békekonferenciára, amely nagyon fontos dolog. Emellett áprilisban a Pázmány Péter Katolikus Egyetem is tanácskozást szervez.